Igen. A lakhatáshoz való jogot alapvetően fontosnak tartjuk, többek között népszavazási kezdeményezésünk is volt ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogyha abból indulunk ki, hogy Magyarországon az emberek nagy részének most van hol laknia. De ugye ezeknek az embereknek veszélyben van ez a joguk, illetve ez, hogy tudnak hol lakni. Egyrészt akik bérlakásban laknak, ott azért, mert ha nem tudják fizetni a bérleteket, akkor előbb-utóbb kiteszik őket, vagy megpróbálják. A másik pedig, akik saját tulajdonban vannak, és ugye Magyarországon most ez a többség, azoknak pedig a feje fölött ott lebeg. Jelen pillanatban több mint 200 ezer család feje fölött, 100 ezernek már árverzik, és körülbelül 100 ezer az, aki már 90 napon túli tartozásban van, tehát ő nekik is. Tehát az első és legfontosabb az, hogy ezt akadályozzuk meg, és itt én semmiképpen nem várnánk, és az összefogáspárt sem, hogy majd ezt egy új alkotmányba fogjuk, hanem ha kell, akkor polgári engedetlenséggel építsük ki azt az országos hálózatot, hogy akinek már van hol laknia, azt nem lehet tőle elvenni. Azt kell biztosítanunk, hogy ki tudja fizetni a bérlakását, illetve vizsgáljuk azt meg, hogy ha tartozás miatt valakinek el akarnák venni a lakását, egyrészt tiltsuk meg, tehát a saját lakását tartozás miatt senkinek nem lehet elvenni, teremtsük meg azt, hogy tudja fizetni a jogszerű tartozásait, gondolok én itt a közüzemire, gondolok itt egy normális hitelre, de nem az, hogy csalással behúztuk őt a csőbe, aztán meg elvesszük a lakását. A legbarbárabb dolog, ami elképzelhető, az, hogy valakit utcára teszünk. Ennyit szeretnék a lakhatásról.